Attól nem félek, hogy olyan korszak jön az emberiség történetébe, ahol nincs ideológia. Akkori vezető társaim, a miniszterelnök is, azt mondta, hogy érdekes olvasmány, de nem releváns a korhoz. Tulajdonképpen igazuk volt. Abban van igazság az ellenzéket írt kritikában, hogy az alapján döntenek kérdésekben, hogy nyugaton mit mondanak. Hogy a mesterházát a mester eszközeivel nem lehet szétverni. És általában akkor a szuverenitás egy titkos értelmiségi találkozó megfogalmazott vágy. Akkor az egy érdemi vita lenne, függetlenül attól, hogy nehezebb dolga lenne egy tévéhíradó szerkesztőinek, hogy hogy csinál ebből 20 másodperces spotot. Én azt állítom, hogy a kultúrpolitikának van ma feje, de nincsen szája. A törökök rengeteg pénzt tettek abba, hogy az általam is kedvelt, és egy török ember által kitalált finom kaját, azt dönerkebábnak hívják. Hogy ne gírosznak. Mert persze, olyat ne finanszírozunk, amit senki nem néz meg, de az meg nem lehet az egyedüli módszertan a siker eldöntésének, hogy hányan nézik meg. Vannak olyan kérdések a magyar politikában, amiről nagyon keveset beszélünk. Ilyen az, hogy milyen kultúrát szeretnénk, hogy képzeljük a magyar nemzeti érdekképviseletet, mi a viszonyunk Európához, és mondjuk mit jelent szociáldemokratának lenni. Hiller Istvánnal ezekről a kérdésekről beszélgettünk, ez az év utolsó beszélgetése. Remélem megnézitek, és jövőre ugyanitt találkozunk. Nekem ez lett idén az egyik kedvencem. Szervusz! Szervusz, Péter! Először azzal szeretném kezdeni a beszélgetést, hogy korábban többször hallottam meg ez egyértelmű számomra, hogy te szociáldemokrataként definiálod a saját politikai ideológiád. És hogy jelenleg mit gondolsz arról, hogy miért élünk lassan 10 éve egy olyan kontinensben, és most nem Magyarországról beszélnék, ahol ez az önmeghatározás egyre kevesebb emberre igaz, és egyre kevesebb olyan emberre igaz, aki fontos politikai pozíciót tölt be. Egészen pontosan én magyar szociáldemokratának vallom magam. Ez azt jelenti, hogy én összekötöm a magyarságomat, a nemzeti identitásomat azzal a meggyőződésemmel, ami a társadalmi felemelkedés mindmáig legbiztosabban, számomra legbiztosabban megfogalmazott ideológiája. Azért használok tudatosan ilyen szavakat, mint ideológia, meg identitás, mert úgy érzem, hogy a politika ezektől tart, fél arról beszélni, ami olyan tartalmat hordozhat, ami a közelmúltra vagy a távolabbi múltra utal, ezt el akarja magától taszítani. Én meg nem foglalkozom ezzel. Azzal sem nagyon foglalkozom, hogy miért vonz egyre kevesebb embert. Az igen, hogy azok a inkább az elmúlt 2 évtized kihívásai, amelyek jelentkeztek, arra a szociáldemokrácia Európában nem vagy rossz válaszokat ad. De szerintem van itt még valami. Lassan befejeződik az a korszak, ami a II. Világháború után a mentalitásba elkezdődött. Ezt nem gondolom, hogy a rendszerváltással kellene lezárni. Kialakult egy olyan gondolkodás, hogy emberek, hogyha összefogunk, hogyha különböző véleményeket ütköztetünk, de ennek a kerete az, hogy ezt meg lehet beszélni, akkor abból jobb lesz az emberek élete és a közösség élete. Ez egyébként önmagában lehet egy baloldali gondolkodás centruma, ezt csinálta Willy Brandt és köre, Helmut Schmidt-ék, amiben azért az egy nagyon erős kép, ahogy a varsói gettó előtt térdel a német kancellár, vagy a Yad Vashembe ószövetséget idéz. Tehát az a korszak, amikor a keret a béke, mert annyira szörnyű a problémák erőszakos megoldása, hogy ezt nem akarják.
Ezért érdemes mindenkivel leülni, mindenféle köröket, pártokat, ENSZ-t, mindenfélét csinálni. Európai Uniót független attól, hogy hívták éppen. Ennek vége. Ez, amíg ez a korszak erős volt, a szociáldemokrata válasz, az sok ember füléhez jutott el, és egyet is értettek. Vonzó volt. Nem temetem, csak azt látom, hogy mivel ennek a korszaknak vége. Nem feltétlenül az a megoldás, hogy üljünk le és beszéljük meg, hanem hogy ki az erősebb majd az eldönti. Elég vészterhes a dolog, de a kérdésre csak úgy tudok válaszolni, hogyha mélyebbre megyünk, mint a szokásos parlamenti felszólalás, hogy akkor kinek hány százaléka van. Igen, ez a, ennek a egész műsornak az egyik cél, hogy ezeknél mélyebbre menjünk. Azért érdekel ez, meg szerintem azért nagyon fontos ez most, mert valójában talán úgy is fel lehet fogni, hogy tehát te azt mondod, hogy a II. Világháború utáni korszak véget ért, és egy új korszak kezdődik, és a szociáldemokráciának ez az egyeztetéses, tárgyalásos metódusa, az érdekegyeztetés metódusa, ez önmagában már nem jelenti a politika centrumát. Hogy viszont az látszik, hogy a szociáldemokráciával az összes többi ideológia is nagyon sérült. A liberális ideológia más, mint nagyon mást jelent, mint jelentett abban az időben. A konzervatívok teljesen más dolgokat mondanak, mint mondanak korábban. A zöld, ami egy viszonylag új dolog, szintén egy válságban van ahhoz képest, hogy mondjuk a háború kérdéséhez hogy áll, tehát ez egy nagy belső diskurzus. Tehát nem lehet-e, hogy minden politikai ideológia egyszerre van válságban? Attól nem félek, hogy olyan korszak jön az emberiség történetébe, ahol nincs ideológia. Hogy miért nincsen arra törekvés, hogy próbáljuk megérteni mélyebben azt, ami történik velünk és körülöttünk, arra nagyon felszínes lenne az a válasz, hogy de hát annyira fölgyorsult minden, hogy egyszerűen nincsen idő, mert mire kigondolnám, addigra a következő már egy teljesen új változatot hoz. Szerintem kell ennek, és ezt Közép-Európában is meg kell csinálni. Én próbálkoztam azzal, hát lassan már 20 éve, hogy megfogalmazzam, mi az az új magyar szociáldemokrácia. Aminek mégiscsak az előbb elmondott dolog volt a lényege, tudni összekötni a nemzet ügyeit a baloldali elkötelezettséggel. Másrészt szívesen fölhívom a figyelmet, hogy az volt az első politikai, baloldali politikai dokumentum, aminek az egyik fejezete a négy közül azt a címet viselte, hogy zöld szociáldemokrácia. Érdekes a története, maradjunk annyiba, hogy a akkori vezető társaim, a miniszterelnök is, azt mondta, hogy érdekes olvasmány, de nem releváns a korhoz. Tulajdonképpen igazuk volt. Én szerintem előbb írtam meg a társaimmal együtt dolgokat, mint ahogy azt a magyar politikai döntéshozók többsége fölfogta, azért szívesen emlegetem és hozom ide. A nemzetre térjünk rá, mert alapvetően tulajdonképpen és ez egy ránk oktrajált különbözőségtétel, de ma a kormányoldal azt a ellentétpárt próbálja ránk oktrajálni, hogy van a nemzeti oldal, és akkor mi ketten is tartozunk a nemzeti etlen, a globális, a kiszolgálóinak az oldalára. Én ezt egy igaztalan dolognak értem, de sokszor azt érzem, hogy abban van igazság az ellenzéket írt kritikában, hogy az alapján döntenek kérdésekben, hogy nyugaton mit mondanak. Uh-huh. Tehát nincs egy önálló gondolat. Nekem szerintem ez nagyon sokszor egyezik azzal, amit a nyugatiak mondanak, vagy nem mondom, hogy az ellenkezőjét kéne csinálni, amit a szélső oldal csinál, hogyha mondanak valamit nyugaton, akkor ez nem a helyes dolog. De hogy nagyon nagy hatással van ránk az, hogy a nyugatiak mit mondanak. És nem is úgy, és tulajdonképpen én azt hiszem, most így kezdem el a Horn Gyulai politikát felfogni, és majd ha erre egy mondatot kitérsz, hogy az euróatlanti integrációt nem szeretni kell, hanem csinálni.
Tehát azt hiszem, így tudnám összefoglalni, hogy egyszerűen nincs alternatívája most Magyarországnak. Ez nem jelenti azt, hogy minden, ami abban a dobozban történik, az maga a csodálatosság, csak egyszerűen azt kell tudnunk, hogy ez az egy alternatívája van Magyarországnak. És ehelyett pedig én sokszor azt érzem, hogy a nemzetnek az önálló gondolati struktúrája helyett egy idegen gondolati struktúrába ágyazzuk bele. A kormánypártnak akkor is ez egy sikeres akciója volt, amikor nem volt kormánypárt, vagy éppenséggel elveszítette. Én jól emlékszem arra, amikor én aktívan beszálltam a pártpolitikába, és az első kampány, amit vezettem, tudnilik, hogy képviselőjelölt voltam, az 2001-2002. Én akkor az egyetemen tanítottam, és akkor a 2002 márciusi ünnepségeknél találta ki a kormánypárt, azóta már nem élő tagja, hogy a kokárdát a nemzetiek hagyják magukon. Tudnék, ne csak március 15-én viseljék, hanem végig igen. A választásokig. Ez a most egy nagyon népszerű filmben újra megjelenik igen. A magyarázat mindenki. Igen. Nagyon más volt a reakció. Az egyetem egyik fele a másik felének a hajtókáját nézte. Egy nagyon szimbolikus, nagyon jól felfogható különbségtétel volt. Én kimondottan lázadtam ellene. Én a kokárdát március 15-én büszkén és kimondottan, történészként is, meg egyáltalán magyar emberként szívesen viselem. És az év minden napján, ha viselem, akkor elveszíti azt a jelentőségét, ami miatt március 15-én ki kell tenni. Másrészt úgyka a dolognak tartottam ezt a politikai kampányeszközök közé emelni. De hosszabb távon, igazából az előbb használtad a genezis szót, itt történt meg az a felismerés, hogy az a egyébként a legrosszabb magyar történelmi hagyomány, hogy osszuk legalább kétfelé a társaságot, de mind a kettőnek legyen jól megfogható elnevezése, és hogy ők kicsodák. Ez a Kurusz Labanc, ez a népies Urbánus, és aztán jött a polgárszocialista, ami aztán beletorkolott a nemzeti, értelemszerűen a globalista, vagyis nemzetben nem hívők megfogható kategóriájában. Ez hatalomgyakorlás, ez nem ideológia. Ez a hatalomgyakorlásnak egyébként egy darabig sikeres, aztán sajna azt kell mondjam, Közép-Európába a tragédiába fulló útja. De én nem, tehát azért nem akarok ennek a kritikájával hosszabban foglalkozni, mert ez olyan, mintha kihívna a kormánypárt, hogy na, gyerünk, röplabdázzunk. És akkor mi eszeveszett módon elkezdünk edzeni egy röplabdával. Ahelyett, hogy azt mondanánk, nem, mi kosárlabdázni akarunk. Azt akarom tehát mondani, hogy a kérdésedre leginkább az a válasz, hogy amikor fölfestenek eléd egy pályát, és azt mondják, hogy ott kell közlekedned, belehelyezkedsz az állítások cáfolatába, akkor nem csinálsz más, mint elfogadtad a szabályokat. Azt, hogy ez az a pálya, amin játszani kell. Ez fölmerült a Lendva Ildikóval folytatott beszélgetésembe is, és ott egy feminista filozófust idéztem ennek összefoglalására, Audre Lordot, aki azt mondta, hogy a mesterházát a mestereszközeivel nem lehet szétverni. Correct. Csak azért akartam, és majd a hordulás kérdést másképp is meg, csak vissza akarok arra térni, mert akkor így fogalmazom meg, hogyha nem létezett volna soha Orbán Viktor, és hagyjuk, hogy létezik a Fidesz nevű párt. Nem tudom, hogy mi ma a szociáldemokrata zöld progresszív válasz arra a kérdésre, hogy a Magyarország szuverenitását miben osztjuk meg, és miben nem osztjuk meg az európai közösséggel. És ez egy olyan kérdés, ami fölmerülne akkor is, ha mi kormányoznánk, és soha nem lett volna Fidesz. Igen. És a hongyulai választ azt akarom mondani, hogy nem, és ez nem csak egy lelki gyakorlat. Tehát nem lelkesedve tudomásul venni az euróatlanti integrációt, azt jelenti, hogy ahol tudjuk, bővítjük a saját hatáskörünket, amit meg nem tudunk bővíteni, ott meg elfogadjuk.
De nem azt gondoljuk, hogy ez azért van, mert ez önmagában jó, hanem azért, mert szükségszerű. Hogyha érdek alapon gondolkodunk, és nem érzelmi alapon, akkor nekem, akinek az eredeti szakmája történész, és politikus és egy politikai párt egyik vezetője vagyok, az ég adta egy világon semmilyen tudathasadásom nincs, tudnék, hogy más mond-e a történész, mint amit a politikus. Azt állítom, hogy Magyarország mindenkori érdeke az, hogy a nyugati integrációhoz kapcsolódjon. Aki azt gondolja, hogy ebbe az van, hogy a nyugatot egy, elfogadni és kritikátlanul azt mondani, hogy az a jó, kettő, hogy bármikor is ez a mi hazánk, vagy annak egy része Île-de-France volt, vagy lesz Île-de-France, totális tévedés. Nem ezért. Azért, megfogalmazom másként. Óriási beszédeket hallok minden augusztus 20-án Szent Istvánról. 364 napon keresztül a gondolat nem jön elő, de utána az intelmeket, de legalább az intelmeket érdemes előkeresni, és valami jó mondatot kiszedni. Az az ábra, hogy aki folyamatokban tud gondolkodni, az fölteszi a kérdést, hogy az az Európa, amihez csatlakoztatta ezt az éppen kialakuló államot, az tényleg azt gondolja valaki, hogy az a földi paradicsom volt? Hogy azt mondták, hogy hát ha valahova, akkor oda. Azt mondhatom, hogy abban az időben a bizánci birodalom sokkal vonzóbb volt. Jobban működött, gazdagabb volt, ráadásul ebben az értelemben közel is volt, mehetett volna. Zseniális döntés volt, hogy a nyugathoz kötötte. Amikor ugyanis nem oda tartozunk, akkor nagyon kívánatos préda vagyunk. Akár keletről, akár délkeletről, akár honnan. És általában akkor a szuverenitás egy titkos értelmiségi találkozó megfogalmazott vágy. De van a dolognak egy másik része. Nem csak kritikusnak érdemes lenni, hanem kreatívnak. Az azt jelenti, hogy nem csak azt tudom megmondani, hogy igen, oda akarok tartozni, de nem, hát azért ez csúnya dolog, amiket mondtak. Mi az a közép-európai érdek, amelynek a megvalósításáért a rendszeren, történetesen most nevezzük nyugati integrációnak vagy Európai Uniónak, érdemes összefogni. Van-e egyébként olyasmi, hogy egy lengyel, egy horvát, egy cseh, meg egy magyar gondolkodása, még egyszer mondom, szisztémán belül több hasonlóságot mutat, mint egy lengyel, meg egy portugál, vagy egy spanyol és egy horvát. Szerintem ezek komoly kérdések. Erre nem lehet csak azt mondani, hogy hát te azért ilyen nincs, szerintem meg van. És a rendszerváltás után volt azért egy erős irányzat. Én szívesen jártam oda. Ez ugye nem fordították le tudatosan, ez a Mittel-Európa felfogás, hogy mi közép-európaiak vagyunk, és hogy a közép Alpok Adria. Kimondottan lelkesedtem érte, és meggyengült, aztán a politika meggyengítette, és most már nem maradt belőle más, mint aktuális érdekek ütköztetése, vagy éppenséggel egyesítés. Pedig ebbe több van, ebbe több volt. Ezért, hogyha a két kérdéscsoport összekapcsolhatom, akkor az, hogy én magyar vagyok és európai vagyok, magyar vagyok, és ebben az értelemben a nemzetnek látom a történeti jövőjét, és azt mondom, hogy aki azt állítja, hogy ennek a kategóriának, mint történelmi kategória, ennek vége, vagy igazából a végjátékát látjuk, az téved. Nem ezt látom. A kettőnek az összekapcsolása pedig kimondottan izgalmas, intellektuális feladat. Ha a politika mondja meg az intellektusnak, hogy mi legyen, abból nem lesz jó eredmény. Ha az intellektus meg tudja fogalmazni, hogy egyébként ez micsoda, akkor abból a politika táplálkozhat. De ma nagyon kevés olyan fórum van, ahol egyáltalán ilyen kérdésekről érdemes beszélni. Erről azért még egy mondatot hadd mondjak. Az a fajta rossz, praktikus gondolkodás, hogy a problémákat napról napra kell megoldani.
Kedden látszik, hogy nagyjából csütörtök reggelig mi van előttünk, oldjuk meg. Ahelyett, hogy lenne egy ív, és itt most kimondottan a mi oldalunkról beszélek. Az a kudarcunk egyik oka. Nem lehet állandóan csak egy kampányra, három személyre, az anyagiakra, meg a csúnya túloldalra fogni a dolgot. Ami nem azt jelenti, hogy ez nincsen benne. De az a gondolati ív, ami az alternatíva állítás, és az nem azt jelenti, hogy én az vagyok, aki nem ő. Nem a másikhoz képest fogalmazom meg magam, és nem egy negatív lenyomatát adom annak, hogy mit az, amit én nem akarok, hanem inkább kiszenvedni magamból azt a saját gondolatot, ami nem reflektál a másikra, hanem önmagába állít. Én ebben kisebbségben vagyok. Abban is kisebbségben vagyok, hogy baloldaliságot és nemzeti felfogást, patriotizmust és Európa tudatot össze lehet-e egy egységbe állítani. Abba, hogy ezen gondolkodni és megvalósítani érdemes, abba hiszek, mint egy olyan lehetséges ív, ami egyébként összefoghatja azt a társaságot, amihez tartozunk, ami széttöredezett, és nem csak szervezetileg, hanem gondolatilag. Érdemes elmondani, hogy mi az a magyar jövő, amiben mi gondolkodunk, és amit szívesen kínálunk. És nem azt, hogy miért nem akarom támogatni a Fidesz legközelebbi törvényjavaslatát. Igen. A közép-európai gondolat ez nekem mániám, mióta tudom, hogy van a gondolataim. Én azt tapasztaltam, amikor Skóciában voltam egyetemen, ami miatt történt velem például az, hogy egy jobboldali családból nem egy jobboldali ember lettem, úgyhogy ezért nagyon veszélyes a nyugat még. De ott azt tapasztaltam, hogy a nyugat-európaiak, és szerintem, hogyha bárki beszél olyan emberekkel, akik akár egyetemen, akár munka miatt kint vannak nyugaton, hogy nagyon nagy nézben van egy létező lenézés a kelet-európaiakkal szembe. És én ezért használom a közép-európa helyet. Tudom, hogy ennek van egy magyar eszmetörténeti hagyománya, meg a heltai, tehát hogy értem, hogy van ennek egy eszmetörténeti hagyománya, de azért használom a kelet-európait, meg ez egyfajta rock and roll-nak értem. Tehát ez az, amit valóban lenéznek, és szerintem ez a lenézés, ez megjelenik a világ, mint az európai politikában. És itt három dologra hoznám ki. Az egyik, és tudom, hogy ez nem hangzik annyira emelkedettnek, de egy szociáldemokrata embernek azért szerintem azt lehet mondani, hogy sokszor a lét határozza meg az ilyen alapvető kérdéseket, hogy megérdemeljük ez a régió, hogy azon az életszínvonalon éljenek az emberek, mint például a déleurópaiak, akik szintén az európai integráció által lettek jobb életszínvonalon. Tehát megérdemeljük azt, hogy a spanyol életszínvonal elérje megegyezzen a lengyellel, meg a magyarral, meg a horváttal. Ez az első szerintem. A második az, hogy és ez az elmúlt években látszik, hogy az, hogy Európa biztonságilag vagy létezzen, ez nekünk egy életkérdés. Más, amikor az embernek az Atlanti-óceán a határa, és más, amikor mondjuk Oroszország. Tehát ezért ez egy létkérdés. És a harmadik az, hogy van egy speciális kulturális tér. Nemrég néztem meg a Cseresznyés kert című darabot. Hát azt én értem, hogy játsszák nyugaton, de nem azt jelenti nekik. Nem az, a mondatok nem azt jelentenek, azok a karakterek, olyan értelmiségi kép, mint ami ott van, olyan nincs nyugaton. Tehát van egy speciális létezésünk. De szép. Persze, hogy szép. Hogyha ezt hierarchiának fogod föl, akkor vereséget fogunk szenvedni. A gazdagabb azt állítja, hogy több lehetősége van, következésképpen akinek nincs annyi pénze, az álljon be mögé a sorba. De szerintem nem így kell fölfogni. Én is mondok egy példát. A római szerződésnek volt évfordulója, akkor kulturális miniszter voltam, és azt találtuk ki egy Európai Uniós miniszteri értekezleten, hogy úgy ünnepeljük meg, hogy az olasz köztársasági elnöki palotába mindenki egy hazájával jellemző műalkotást visz, és ott fogunk állni, akkor 25-en voltunk. És én arra gondoltam, hogy
kivisszük a magányos cédrust. Uh-huh. Nem egyszerű egyébként egy akkora képet csak úgy szállítani. És ott volt az elnöki palotába, sokan jöttek, és minden kulturális miniszter egymás mellett, vagy a műremek mellett állva várta a látogatókat, és mondta, hogy ez micsoda. Ilyen tágra merett szemmel nézték ezt az óriási festményt, udvariasak voltak, de nem értették. És a többiek olyan dolgokat hoztak, ami tényleg teljesen világossá tette, hogy ez spanyol vagy dán, és akkor a szokásos. Ezzel tűntünk ki, de nem azzal, hogy sikerült nekik megmagyaráznom, hogy ez mi. Ráadásul még csak nem is egy magyar tájat ábrázolt. Mi az az életérzés, amit ez a őrült zseni innen Közép-Európából származva megfestett és kiélt magából. De nagyon jó érzés volt. Nagyon jó érzés volt, és én ezt tartom, hogy ennek a megjelenítése, még egyszer, hogyha ezt a sajátos közép-európai létet, ráadásul ezen belül mégiscsak itt van a mi izolált nyelvű kultúránk, ha ezt nem egy eleve elrendelt sorscsapásnak kezeled, tehát hogy te mínusz ötről indulsz, amikor megszülettél, akkor ebből nagyon-nagyon sok mindent lehet összehozni, és ezt egyébként a saját pályámon is megtapasztaltam történészként. Én 16-17. Századi diplomácia történetet tanítottam. Azok a források, amiket amikből mi dolgozunk, az döntő többségében latinul, olaszul és gótbetűs német forrásokból állnak, amit a szakmámban, aki ezzel foglalkozik, annak tudni kell olvasni. De magyarul a nem magyarok nem tudtak. Ezért én ki tudtam egészíteni azt a fajta képet, amit egy spanyol kolléga hozott, és tudtam hozzátenni az angolokhoz, és elfogadták egyébként a hollandok is, azért, mert nem ez volt az ő specialitásuk, nem azért érdekelte őket, mert ez közvetlenül érintette, hanem mert én kiegészítettem az ő kutatásaikat, tudásukat, és így a saját képük lett nagyobb és egészebb. Nagyon ment. És ugyanezt érzem a politikában is, hogyha ezt jól tudod használni, vagy végig tudod gondolni. Az előbb, amikor arról beszéltünk, hogy kell egy gondolati ív, és most, amikor arról beszélek, hogy ez hogyan csapódik le kultúrában, és nem egyszerűen csak filozófikus mélységekben, vagy ha tetszik, magasságokban, akkor nálam ez egy kész kép. Igen, az egy nagyon érdekes dolog, hogy kulturálisan ez megteremtődik-e, vagy nem. Volt Csák János miniszteri meghallgatásával, mind a ketten részt vettünk. Igen. És ott szóba került ez, hogy miért nincs bármilyen olyan szintű kultúrpolitika által kialakított kulturális csere, mondjuk a V4 ernyő alatt akár, ami egy létező politikai ernyő, és mondjuk az egy dolog, hogy nem kaptunk választ, de a kérdést sem éreztem, hogy miniszter úr annyira magáénak érezte. És ez azért probléma, mert azért persze akkor jó a kulturális termék, hogyha univerzális egy jó vers, akkor jó, ha univerzális, és mindenki bele tudja élni, és tényleg gyönyörű, amikor leírják, hogy a 70-es években, amikor a második Richard ment a színpadon, akkor azt ellenzéki darabnak is lehetett élezni, pedig nem feltétlenül azzal a szándékkal írták. De azért csak egy példát hadd mondjak, ez egy nagyon abszurd példa lesz, csak nekem fontos, és kevés embernek tudom elmondani, hogy az 56-os forradalom előtt 55-ben volt a lengyel, 55-től indultak a lengyel események, és azt egy részben egy vers váltotta ki, aki egy illegális kommunista írt egy verset a vers felnőtteknek, ami egy csodálatos vers. Hát, ha Bolgár György nem küldi el nekem, nem találom meg a magyar fordítását. Egyszer lefordította valaki magyarra, egy folyóiratban megjelent a 70-es években, amikor már engedték, de azóta nincs róla szó.
nincsen kulturális térben, nem jönnek be a filmek, nem küldjük mi a filmjeinket olyan erőteljesen, és azért ez a román új hullámos filmeken kívül nem nagyon volt ilyen jellegű kulturális közös együttmozgás. Először fel kell tenni a kérdést, hogy képesek vagyunk-e épeszű vitákat folytatni arról, amiről most beszélsz. Ma a magyar politikai közélet se nem eléggé felkészült, se nincs meg benne az igény arra, hogy ezt megvitassa. Ilyenkor föl kell tenni a kérdést, hogy mit keresel itt. Két dolgot mondhatsz. Vár a levéltárok illata. Egyébként az jó. Vagy azt mondod, hogy úgy érzed, hogy van dolgod, nem vagy hajlandó ebből belenyugodni, és akkor előállsz a saját gondolataiddal. Egyébként nem feltétlenül azzal, hogy ezt majd 114.623-an lájkolják. Engem ez nem is érdekel. Az már lényeges, hogy van-e gondolat, képes vagy-e kifejteni. Ezért szívesen elmondom azt a vitát, amit nem tudtam lefolytatni. De hogyha bárki, aki így vagy akár ellenkezőleg gondolkodik, én szívesen készen állok a vitára. Azt kell föltenni, hogy mi a politika és a kultúra viszonya. És ebbe elég világosan meg lehet fogalmazni, hogy hol vannak a koncepcionális különbségek. Az egyik koncepció azt mondja, van-e a politikának elvárása a kultúra irányába. Ez az elvárás megfogalmazható-e abban, hogy az államnak, a mi államunknak azt a kultúrát kell támogatni, ami megfelel a politika elvárásának. Van az a koncepció, amit én vallok, amelyik azt mondja, hogy írjál jót. Hogy a teljesítmény legyen jó. Amikor kulturális évadokat szerveztünk, Nagy-Britanniától, New Yorkon át, Hollandiáig, sőt, Oroszországba és Kínába. Nyilván mindig más-más karakterrel. Akkor engem az érdekelt, hogy tudok-e teret és lehetőséget biztosítani magyar kulturális szereplőknek, egyéneknek és csoportoknak ahhoz, hogy bele tudjanak kerülni ebbe a nagy vérkeringésbe, kulturális vérkeringésbe. És nagyon sok esetben azt gondolom, hogy sikerült. Ezt a kérdést tudnilik, ez a kultúra és politikának a viszonyában a legalapvetőbb. Van-e megrendelés, amit a politika a kultúra irányába kötelezőnek tart, és akkor az az osztályozás szempontja, hogy ezt milyen módon teljesítetted? Vagy azt mondod, hogy keretet és lehetőséget biztosítasz. Keresed az utat a finanszírozáshoz. Le kell térni arról, hogy kizárólag az állam finanszírozhat kulturális tevékenységeket. Éppen angol, megjegyzem, skót példa, az Arts and Business, amelyik egyébként még persze válságok előtti időszakban érdekelté tette a biznisz világát, hogy létrehozzon kulturális tevékenységet. Nem már meglévő kulturális javak fölvásárlása, hanem a létrehozatal. Én ezzel próbálkoztam, annyit kaptam a fejemre, hogy balzalom, sokat. Pedig azt mondtam, hogy ha az üzletvilága 2 forintot előállít, akkor a magyar állam, vagy a kulturális politika tegyen hozzá 1-et. Egyébként 100 milliós nagyságrendben működött egészen addig, amíg a 2008-as válságet le nem vette napirendről. De a vita alapja mégiscsak az, hogy hogyan közelít a politika a kultúra világához. Na, ha ilyen kérdésekről lehetne egy miniszteri éves beszámolón beszélni, akkor az egy érdemi vita lenne, függetlenül attól, hogy nehezebb dolga lenne egy tévéhíradó szerkesztőinek, hogy csinál ebből 20 másodperces spotot. De hogyha mégse csak az a cél, hogy sikerüljön bekerülnünk a híradóba, hanem ennél erősebb, akkor ezt a kérdést föl kell tenni. A második, nagyon erősen
personifikálódik a politika. Nem csak Magyarországon, mindenhol, de Magyarországon különösképp. Én azt állítom, hogy a kultúrpolitikának van ma feje, de nincsen szája. A miniszterelnök maga, aki meghatározza a kultúrpolitika irányát, de nincsen olyan kormánypárti kultúrpolitikus, aki egyébként ezt a kultúra minden területe felé közvetíteni, ellentétben más területekkel. Ez számos személyes és nem személyes konfliktust eredményez. Miközben számos területen a színház, a film, a múzeum, a közművelődés látok erős és befolyásos embereket, azonban aki megtestesítené és kifejezné, hogy nekünk ez a kulturális célunk, ilyen jelen pillanatban nincs. Ebben az értelemben szívesen várom a vitapartnert. De az én fejemben az van, hogy azért ez inkább hatalompolitika. És ebbe, hogyha csak a kultúra területét nézzük, nem mondunk hazugságot, de nem látjuk az igaz egészét. Ez a szellemi intellektuális tér elfoglalásának kísérlete, ami durván az elmúlt 3/4 évtizedben megkezdődött a politikai és a gazdasági tér elfoglalása után. Tudnilik az a fajta igény, hogy akkor a kormányzat által vallott ideológia legyen a centrumába annak a kultúrpolitikának, ami dominánsá válik és kiszorítja azt, amelyik nem ilyen. Ez megmutatkozik személyi döntésekben, megmutatkozik koncepcionális döntésekben. Az egy más kérdés, hogy mennyire sikeres, vagy mennyire nem. Egyelőre úgy látom egyébként, hogy nem miattunk, már hogy a létező ellenzék miatt, hanem azon nem egységes elképzelés miatt, ami mégiscsak azt hozza, hogy jelen pillanatban ott tartunk, hogy az lett az operaház vezetője, akit a miniszter nem akart. Ezt ő nevezte ki. A Zeneakadémiának nincsen jelen pillanatban új vezetője. A Nemzeti Színház főigazgatója felmondott. A Nemzeti Múzeum megbízott főigazgatóval rendelkezik. A Pesti Színházban nem úgy történt, mint ahogy akár a Pesti Színház, akár a minisztérium gondolta volna. Ugyanezt el tudom mondani a közművelődési intézmények döntő többségére, vagy jó részére. Belátom, hogy annak kisebb visszhangja van, hogy egy megyei levéltárban mi folyik, mint az, hogy mi a Nemzeti Színházban. De ettől még a jellegzetesség az ugyanaz. De van még valami. Azt gondolom, hogy nem azt mondom, hogy a mi oldalunk, itt jobban magamra veszem, az én oldalam, a bal oldal, még mindig gyötrődik azzal, hogy egyáltalán hova tegye azt, hogy kultúrpolitika. Mi ennek a hierarchiában a helye? Hát nem fontosabb a költségvetést megnézni? Nem fontosabb az, hogy kifejezzük a munkavilágába a véleményünket? És aztán én a 70-es években voltam gimnazista, elmondom, milyen volt a történelemkönyv beosztása. Politika történet, gazdaság történet, mentalitás, kultúra. Ha jutott rá idő, megtudtad, ha nem jutott rá idő, akkor úgy jártál. És ebben nagyon komoly változásokat látok, csak éppenséggel nem nálunk. Azt látom, hogy vannak a világon régiók és országok, akik teljesen szakítanak ezzel. Nem azt állítom, hogy szakítottak, de szakítanak. Hogy mivel? Azaz, azzal szakítanak, hogy a kultúra nem más, mint a tejszín hab a tortán. Ha van rajta tejszínhab, nagyon jó, finomabb, ha nincs, attól még a torta torta. És van egy másik felfogás. Nézzük meg, hogy mit művelnek a litvánok, az észtek. Hogyan fogta föl Japán a kultúra tekintetében a soft power
elméletet és gyakorlatot. Hogy ez a Szingapúr, az hogy lehet, hogy a tegnap közzétett PISA felmérések minden kategóriájába vezet? Hogyan függ össze az, hogy Kína 20 év alatt 150 kulturális intézetet nyitott a világban, miközben korábban egy se volt, ezek a Konfúciusz intézetek, és egyébként az eredményeik a kultúra és az oktatás területén egyre gyorsabb ütembe javulóak. Akkor nem nagyon tudunk ezzel erre azt mondani, hogy hát jó van, de nekünk már 1637-ben is volt egyetemünk, akkor ti mit léptek erre? És addig, amíg ez a koncepcióváltás nem következik be, amit egyébként éppen nekünk érdemes lenne a zászlónkra tűzni, hogy emberek, itt van ez az egyébként kimondottan izgalmas, kulturális adottsággal rendelkező társaság. A zenétől a senki által nem beszélt és olvasott irodalmunkon keresztül, egyébként azzal a hálózattal is, amit még mindig jelent a közművelődés. Mi lenne, hogyha az lenne a mi koncepciónk, történetesen nemzeti és európai, hogy ebbe, ahogy a finnek annak idején, amikor a Szovjetunió összedőlt, azt mondták, hogy ebbe kellene fektetni és tenni. Értem én, olyan álmodozásnak tűnik, de nagyon komolyan gondolom. Szerintem megvannak az adottságok. Ilyenkor mindig azt mondják, hogy van-e pénz. Én is rengeteget küzdöttem akkor, amikor költségvetést mentem csinálni a pénzügyminisztériumba. De sokkal többet lehet kihozni belőle. Most egy inkább elszigetelődő fázisban vagyunk. Elején csak egy dolog, ami nagyon megérintette a szívem a kínai kultúrpolitika kapcsán. Ha én, amikor olvasok irodalommal foglalkozó folyóiratokat, csak a vak nem látja, hogy a kínai állam mennyi erőforrást fektet abba, hogy a kortárs irodalmuk az Egyesült Államokba bekerüljön. És filmekbe, közös filmprodukciós cégeket csinál Kína meg Egyesült Államok, amelyek nem csak közönségfilmeket, hanem nagyon is szép szerzői filmeket csinál. A koreaiakról ne is beszéljünk, amik hát dél-koreai kulturális nagyhatalom tulajdonképpen, és ezek azért vannak, mert ezek a kelet-ázsiai országok, amiket sztereotíp módon ilyen nagyon négyzetes, nagyon csak a dolognak a materiális részét látónak tekintünk, valamiben tudják, hogy ez mekkora hatalom. Ez csak el akartam mondani, hogy ez nagyon fontos, hogy ez elhangzott, mert ez nagyon ritkán. De akkor itt egy percre mégis csak álljunk meg, hogy hadd mondjak példákat, hogy ez a hétköznapi valóságban hogy jelenik. Tehát mi az, hogy a kultúra, mint soft power? Például a japán gasztronómia a sushik és makik elterjesztésének őrült japán központi költségvetési támogatása volt. Már értelemszerűen nem Ázsiában, hanem itt Európában. A törökök rengeteg pénzt tettek abba, hogy az általam is kedvelt és egy török ember által kitalált finom kaját, azt döner kebabnak hívják. Hogy ne gírosznak. A K-pop, tehát a koreai, hát az túl azon, hogy kedves fiúk és lányok fülbemászó dalokra lejtenek táncot, azt kérem, a dél-koreai állam egyik eminens projektje volt. A Japan Foundation, amelyik kimondottan kulturális dolgok promotálásával foglalkozik, komoly költségvetési tétel. Ezt csak azért akartam elmondani, mert ezzel lehet sikert elérni. És akkor már messze túl vagyunk azon, hogy tudsz-e egy magyar művészt promotálni, hogy milyen az a rólad kialakított kép, ami egyébként igenis beforgatható már gazdaságba. Tehát, hogyha nem az előbb elmondott történelemkönyv metódusát követjük,
akkor valami egészen mást és izgalmasat lehetne létrehozni. Csak hogy még egy példát mondjak, és remélem nem fog megsértődni, hogy itt kiadom. Pár hónappal ezelőtt a Nappali nevű kocsmában Rockenbauer miniszter úrral italoztam, aki azt mondta, hogy dermesztő, hogy hozzánk képest a románok, mert nálunk nulla, a románok mennyi pénzt fektetnek abba, hogy a kortárs képzőművészeti kiállításokba a román képzőművészek ki legyenek állítva, hogy a Sotheby's-ben megjelenjenek román kortárs képzőművészek, hogy ebben milyen állami politika van, és azt mondta tragikusan, hogy aki magyar, és most be tud futni ilyen szinten a képzőművészeti szintéren, az azért tud befutni, mert erdélyi és a román államon keresztül tudják ezt intézni. Én azt tudom erre mondani, hogy van és volt olyan kezdeményezés, például a külföldi kulturális évadok rendszere, amit az első Orbán kormány kezdett el, leginkább Hankis Ágnes nevével fémjelezhető, és én nagyszerű, az Hollandiából, aztán Franciaországban is, nagyszerűnek tartottam. És amikor átvettem a kulturális tárca irányítását, akkor már voltak előkészületei ennek a bizonyos Magyar Magic nevű angliai, illetve nagy-britanniai kulturális évadnak. Ezt azért akarom elmondani, mert ez nem csak egy ilyen izzadságszagú próbálkozás. Ha ezt jól megcsinálod, kimondottan szeretik. A magas kultúra részeit is, és az egyéb performanszokat is. 1,1 millió látogatónk volt 10 hónap alatt, és utána kaptam egy kimutatást, akkor viszonylag új volt. Jól akarok emlékezni, 28-30%-kal nőtt meg azon Magyarországra látogatók száma, akik a magyar kultúrát megnevezték, hogy miért jönnek ebbe az országba. Szerintem ezek összekapcsolható, megvalósítható dolgok. Csak visszatérve ennek az elméleti kérdésére, tehát van egy Hohmann idézet, amit nagyon sokat hallottunk már magyar kultúrpolitikusoktól, amely arról szól, hogy nem kell a saját esztétikai értékítéletet ráerősíteni a kultúrpolitikára. Oké. De azért szerintem van olyan, amiben az állam beleszólhat, és ezek nagyon nehéz kérdések. Fölteszek két dolgot. Az egyik, folyamatosan Csák miniszter úr is mondta, meg most már mindenki mondja, és nagyon idegesít, hogy mondják, mert ez valamit jelent, azt mondják, hogy a kőszínházak, hogy annyi kőszínházunk van, mint sehol a világon, és a 100 főre jutó kőszínház férőhely számba Európa elsők vagyunk, és ez fenntarthatatlan. Én szerintem, aki nem a színház az, amihez valójában értedik, hogy a legjobban kedvelném, próbálok ezen dolgozni, a színház most egy nagyon felértékelődött ág. Azért, mert minden virtuálisan van, és a színház lényege, hogy a virtuális térből eltér, és egy személyes térbe hozza létre ezeket a drámai alkotásokat. Tehát szerintem az nem, hogy egy rossz dolog, hanem egy jó dolog, hogy nekünk van 100 főre jutó legtöbb kőszínháztér. De, és akkor itt egy elágazás, abban van igazság, hogy az államnak nem biztos, hogy dotálnia kell a Macskák musicalt ugyanannyira, mint hogyha a Román Nemzeti Színház vendégjátékában van a Ionescu egy pohár vizet. Tehát ezek nem egyenértékűek, pedig mind a kettő színházi alkotás. És valószínűleg, hogy populáris példát mondjak, az, hogy mondjuk a nagy operettjeink menjenek, és a Csókos asszonyt lehessen nézni, az is egy sokkal fontosabb dolog, mint az, hogy behozzunk olyan amúgy piaci értelemben is sikeres musicaleket. Ez az egyik. A másik része a film kérdés. Szerintem az nem probléma, hogy vannak kurzusfilmek. És én azt gondolom, hogy mondjuk neked a megítélésed a Taxis blokkádról más, mint ami a Blokkád című filmben van. Igen. De megnyerték a választást, és igenis, szerintem ez azt is jelenti, hogy joguk van állami forrásból elmesélni a Blokkád történetet az ő szempontjukból. Majd lesz másik film, ha nem ők nyernek. De meg most mondjuk az Emmelweis, úgyhogy a filmet nem láttam, az fontos, hogy egy ilyen karakterű emberről legyen egy magyar sikerfilm. De az nagyon nehéz viszont meghatározni, hogy mert persze olyat ne finanszírozunk, amit senki nem néz meg, de az meg nem lehet az egyedüli módszertan a siker eldöntésének, hogy hányan nézik meg. És ebben azért nagyon nehéz az állami politikának egyensúlyozni. Először nézzük az elsőt, mert nagyon is izgalmas a
a kérdés, és messze nem csak a színház világába. Tudnék egy olyan helyzetben, amikor virtuális közösségek jönnek létre 8,5 percre, együtt játszanak, vagy éppen írnak, vagy gondolkodnak, miközben személyesen soha nem látták egymást, és az is elképzelhető, hogy nem is fogják egymást látni soha az életbe, akkor szükség van-e olyan terekre, amelyek azt a célt szolgálják, hogy emberek összejönnek, és a legkülönbözőbb fura dolgokat művelik együtt, a kaktusztermesztéstől az együtt éneklésen át, ezek teljesen konkrét példák, van ilyen civil szervezet. Arról beszélek, hogy egyébként a Magyar Posta hálózata után létszámában még mindig a legnagyobb országos hálózat, bármilyen furcsa, a művelődési házak, művelődési otthonok hálózata, amivel nem nagyon tud mit kezdeni ez a politika. De most nem az infrastruktúrális megerősítéséről beszélek, megjegyzem, erre éppenséggel lehet Európai Uniós forrást hozni, miközben a magyar, illetve a kultúra nemzeti hatáskörben van, ilyen dolgokban minden további nélkül. De kell-e, hogy egy faluba összejöjjenek a népek, vagy összejöhessenek, és ott az előbb elmondott, vagy más dolgokat csinálják. Van olyan állítás, amik azt mondja, hogy ennek vége. Szép dolog ez, amit, ezt az ívet, amit csinált egymás követő 2,5 rendszer, megnevezhető Klebersberg Kuno, Keresztúri Dezső, Vitány Iván. Tehát bót nincs, mert erre nincs igény. Én ezt tagadom. Én azt tagadom. A másik, mert ez ugyanaz ám, mint hogy annyi kőszínházunk van, hogy azt fenntartani, azt hogyan lehet, mivel én úgy gondolom, hogy egy átlag magyar politikusnál jobban ismerem a mindenkori kulturális költségvetés belső arányait, ez nem költségvetési, ez politikai kérdés. Ez annak az igénynek a megfogalmazása, hogy akarjuk vagy nem akarjuk. Hát egy közepes szintű gazdasági beruházás a magyar központi költségvetésbe a többszöröse annak, mint a teljes magyar színházi infrastruktúra fenntartása. Tehát ez ne legyen, jól hangzik egy interjúban, vagy egy szövegben, de valójában ez nem igaz. Én amellett vagyok, hogy ennek a fenntartása érték, az egy külön érdekes gondolat, hogy de miért szaporodnak a színházak? Hát már megmondtuk, hogy nincsen pénz, ne akarjatok már, és akkor itt vannak az alternatívak, ezek mindenféle kis helyen próbálnak valamit csinálni, tudok lakásszínházra. Erről az a helyzet, hogy elég sarkos véleményt kell mondjak. Mindent utálnak, ami alternatív. Az iskolát, a kultúra legkülönbözőbb megjelenéseit, mert attól tartanak, hogy az nem kontrollálható, de legalábbis olyan fura dolgokat üzenhet. Így van. Csak egy betűzés, hogy mindent utálnak, ami alternatív. Igen. Most adták ki a Szőcs Géza, mégiscsak kulturális államtitkár volt, összes versét Isten nyugasztalja. Hát ez az avantgárdjának, hát olyan képversek, angol nyelvi szóbetoldások, direkt elvágott rímek, hogy ne érezze, ez a legavantgárdabb módon írt. És mégiscsak ő volt az egyik kultúrpolitikus. Így van. Mondhatsz még személyeket, de még egyszer, én a kultúrpolitikai ívét ennek a hatalomnak nem látom. Látok személyeket, és látom azt a hatalompolitikát, amelyik megfogalmazza az előbb elmondott, általam kritizált igényt. De csak arra tudom biztatni magunkat, hogy ne rohangáljunk a röplabdáért. Hogy próbáljuk meg azt az igényt magunk elé támasztani, hogy kultúráról, arról a szellemi intellektuális térről, amiről beszélek, legyen saját állító gondolkodásunk, ami ha reflektál, reflektál, de nem az a célja, hogy reflektáljon, hanem az a célja, hogy önmagába ezt megfogalmazzuk, és akkor én ezt nem tudom direkt összekötni választási eredménnyel. Csak azt tudom, hogy az alapnak egy olyan része, ami biztos szükséges ahhoz, hogy mindazt, amit gondolunk és hiszünk erről a
országról és nemzetről, összekötve és egybekötve az európaiságunkkal, ez nélkülözhetetlen. Úgyhogy igen, ez konkrét kérdés. Igen. Ha te újra kulturális miniszter lennél, a Dörner György megmaradhatna a pozícióban? Igen. Nem az én ideológiám az, ami meg kell, hogy határozza a színház igazgatót, meg azt a darabot, ami ott van. Mert ebben egyetértek, csak ez egy érdekes kérdés. Mert hogy hol van ennek a határa, és mik az arányai? Ugyanis abban mondjuk biztosan egyetértünk, hogy amikor a kultúra finanszírozásáról van szó, ennek van egy bizonyos szempontból hagyományőrző finanszírozása is, amely arról szól, hogy most nem csak, hogy a népi hagyományokat őrizünk, esetleg jó lenne, és ez meg is szokott jelenni, hogyha ezeket modernizáljuk, hiszen ezt csinálták például a kelet-ázsiai példa, amit sokszor mondtál, az ez. Mi a kulináris kultúra, hanem maga a hagyományőrzés, de hogy mik, tehát azért itt nagyon is vannak ideológiai állítások, hogy mit állítunk a magyar kultúráról. Állíthatjuk az, ami elhangzott el Simon Lászlónak a szétforgató beszédében, talpra magyar avantgárd, és a magyar kultúra mindig is az avantgárd egyik csúcsa volt, és van egy ilyen hagyomány, amit elmondunk, meg el tudjuk mondani azt, hogy a magyar, amit mondjuk Szakács Árpád mond, hogy a magyar kultúrában volt az igazi magyar kultúra, és az idegenek mindig betoldották, és ez szerintem ez a gondolat vezet oda, hogy minden, ami alternatív, rossz, hiszen minden, ami régen alternatív volt, rossz volt, mert akik azt mondják, hogy talpra magyar avantgárd, azok valami gonosz külföldi dolgot oktrojáltak. Persze, de igazából ez, amit most Szakástól idéztél, ez nem állítás, ez defenzív. Ez bár formailag azt mondja, hogy mit akar, de inkább védekezik valami ellen, hogy mi ne legyen, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy az ne történhessék meg. Én azt látom, hogy abban a világban, amiben érdemes megjeleníteni magunkat a kultúránkon keresztül, de a kultúra nem csak arra való, hogy kifelé megmutasd, hanem hogy hogyan gondolkodsz egyébként erről a társaságról, amit mi magyar nemzetnek nevezünk, hogy ebbe hogy lépsz el. Hogyha megteremted a kereteket, és nem a kiszorítósdit játszod, az ideig, óráig szokott működni, csak elmondom, hogy mit hoz. Hogy egy idő után a másik akarja kiszorítani azt, amelyik ő kiszorította. Ebből aztán sok példát tudnánk idézni, hogy ez mit okoz kultúrába és nem kultúrába. Hogyha a kultúrának és politikának a quintesszenciáját abba fogalmazod meg, hogy lehetőséget teremtesz, kofinanszírozást, nem te akarod megmondani, hogy ki játssza Rómeót és ki játssza Júliát, de megteremted a feltételeket, hogy egyébként a lehető legjobb előadás történjen. Amikor az előbb filmről beszéltél, én azt, miközben ez a hatalom erősen kritizált és elvetette egy részét, amit csináltam, én azt helyesnek tartottam, hogy a magyar filmtörvényt úgy sikerült beterjeszteni, hogy annak idején a mögöttem, a hátam mögött levő páholyba ülő rendezők, színészek, történik ez 2003. decemberében. Hát tényleg, éppen 20 év. Ezekben a napokban. És a szemben velem levő páholyba is neves, tehetséges színészek és rendezők, mi pedig a politikai döntéshozók voltunk, és arra hallgattunk, amit ők ugye együtt mondtak. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül szavaztuk meg a filmtörvényt, ami egyébként egy sereg infrastruktúrális beruházást hozott, koprodukciós kedvezményt, amit elfogadtattunk az Európai Unióval, és egy olyan generációnak adott teret és lehetőséget akkor fiatal embereknek, akik ma a világ stúdióiban rendeznek. Szóval lehet ezt egy teljesen más alapon csinálni, és erre abszolút konkrét példákat tudok mondani. És lehet persze azt is, ami folyik, hogy az van, amit én mondok, és ami nem azt szolgálja, attól próbálom elvenni a teret és a lehetőséget, meg persze a finanszírozást nem fog ez eredményre vezetni, miközben
Persze, 13. éve kétharmaddal kormányozna. És a végén még egy utolsó kérdés a kultúra ügyében, hogy amellett, hogy az ugye egy nehéz kérdés, hogy hol az államnak a szerepe, az is egy nehéz kérdés, hogy amit megemlítettünk, hogy nyugatra mondjuk mit exportálunk ebből, vagy keletre. Van-e annak külön jelentősége, hogy mivel mi éltünk magyarok a keleti blokkba, hogy a keleti blokkon belül, és ebből beleértem a kínaiakat is, vannak nagyon hasonló élmények. Igen. Hogy ennek valamilyen módon ez a fajta kulturális egymásra találás elvégezzen egy ilyen múltfeldolgozást. Még mielőtt elkezdődött itt a felvétel, beszéltünk arról, hogy mikor mennyi idő telik el addig, amíg valamit feldolgoznak. Hogy mondjuk, amit Kínában írtak arról, hogy milyen volt a kulturális forradalom alatt élni, meg amit írtak Lengyelországban arról, hogy milyen volt a Jaruzelszki pucs, hogy ezeknek valamilyen közös megjelenítésének lenne értelme? Hát ráadásul ez az, amit csak a kultúra tud elvégezni. Ezt sohasem fogod tudni leírni paragrafusokba, sohasem fogod tudni megjeleníteni költségvetésbe, ráadásul a szociális érzékenység sem alkalmas fogalom, hogy ezt leírjuk. Én itt arra azt látom, hogy van egy szintén azért kimondatlan vita, mert nincsenek Magyarországon valójában megvalósuló viták, hanem állítások úgy, ahogy egymással szembe, és akkor vagy reflektál rá, vagy nem. De én abban hiszek, hogy Közép-Európában, különösképpen Magyarországon az jó, hogy aki a szövetségesünk, az legyen a barátunk. És aki a barátunk, abból próbáljunk szövetséges csinálni. És ennek a megfordítottja a katasztrófa. Tudnék, az nem csen rendben, hogy aki a szövetségesünk, az nem a barátunk, aki meg a barátunk, az nem a szövetségesünk. Ezek, ha van útelágazódás baloldali politikusnak, komoly teljesítmény, és kimondani. Ezt hivátlanul kimondani, de én ezt az egyik legfontosabb gondolatnak és üzenetnek gondolom a magyar politika számára. Csak a fekete-fehér, kuruc-labanc, népies, urbánus, polgár, szocialista, nemzeti-nemzetietlen, ezzel kezdtük. Gondolkodás nem alkalmas arra, hogy ezt értelmezze. Az, amiről az előbb kérdeztél, tudnék, hogy hogy lehet feldolgozni, megjeleníteni, igenis közös, miközben térben nagyon egymástól távol levő, nem csak eseményeket, mentalitás, gondolkodás. Erre a kultúra alkalmas, és ez barátokat teremt. Mert emberi természetességgel hozza a gondolkodást. Ebből nem kell azt a következtetést levonni, hogy Magyarországot beleejtjük Kína ölébe. És nem kell azt gondolni, hogy kiragadtuk a nyugati integrációból, hanem tudni kell azt a fajta egyensúlyt megteremteni, amit az előbb mondtam. Tehát helyes dolog, hogy azok, akik a szövetségeseink, azok a barátaink, és helyes dolog, hogyha akikkel barátkozunk, azok szövetségesek lesznek, és hogyha ezt valaki megfordítja, akkor az rossz vég. De hogy ne azzal fejezzük be, hogy mi a rossz. Azt a legszívesebben mondom, hogy nagyon különböző karakterű embereket lehetett és lehet megnyerni a magyar kultúra támogatóinak. Kínától az Egyesült Államokig. Én sok ilyen helyen voltam. És amikor nem azt vettük elő, hogy a múlt, vagy nem azt vettük elő, hogy milyen az aktuális kormányzat, hanem azt vettük elő, hogy milyen volt az életútja Solti Györgynek. Hogy hogyan kapcsolódik egy magyar történelmi figura
Bekes Gáspár ahhoz, hogy Vilnius legfontosabb és legszebb dombját Bekeshegynek hívják. Akkor ezek olyan közösséget tudnak teremteni, ami színvonalat eredményez, és nekünk ebben van a legtöbb esélyünk. Lehet kutatni még olaj után, arany után a Mátrába, furkálni, hát ha még valami jön az alai olajmezők mellé, de hogyha esetleg abban hiszünk, amit szívesen mondanak ránk, hogy modern kifejezéssel humán erőforrás. Érdemes ebbe a magyar gondolkodásban, a tehetségbe jövőt építeni, akkor azt hiszem, hogy jó úton járnánk. Nagyon szép végszó volt, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a meghívást, köszönöm.